Nagyon szükség volna már egy jó kiadós esőre, mondja Ézsiás Antal agrármérnök, aki kiskertjében már sok mindent elveteményezett. A mák már jelzi, hogy drága lesz idén, mert nem tud fejlődni. A nagyon száraz talajban a borsó, spenót, a retek még tűri a szárazságot pár napig. Én itt elkezdtem február elején veteményezni. Itt majd megmutatjuk a mákot, amely jelzi, hogy már drága lesz az idén az új mák, mert nagyon gyalázatosan kelt, illetve nem is tud fejlődni szerencsétlen, hiszen a feltalaj már teljesen kiszáradt. Tehát az apró magvak, ezek nagyon szenvednek, és nagyon várom. Próbálok segíteni rajta, még azt, hogy egyedi módon, kis locsolóval, szó szerint, amit nem szoktam mondani, meglocsolom, lassan, vékonyan öntözöm, és a cserepesedést próbálom elkerülni azzal, hogy egy ilyen homokkal megszórom, hogy talán van esély arra, hogy áthidalom ezt az egy-két napos naszályos időt. A többi növényem az ugye mérőbe került, itt a hagymafélék, akkor a borsó, aztán van itt ugye lényegében spenót is, retek is, amelyik még tűri, de ő is csak napok kérdése. Az éjszakai fagyok a fákat még nem viselte meg, még most kezdenek rügyezni. A fák köszönik szépen, jó vannak. Ha visszagondolunk, hogy milyen idők voltak februárban, amikor máshol már 10 Celsius fok volt, nálunk azért 5-6 Celsius fok volt, és a fák ezt komolyan vették, és nem indultak neki rügyezni újságosan, tehát lassították a életritmusukat, és szerencsére most vannak abban a stádiumban, hogy kezdenek ugye erőteljesen rügyezni, illetve bimbózni, sőt egyes fajok már virágozni. Tehát ők még jó vannak, remélem, hogy így is marad. A madáritatók mellett a mély itatók kihelyezése is fontos, hogy a gyümölcsfák megporzása közben tudjanak inni. Lényegében madáritató, de egyrészt, amik itt nagyon sokat segíthetnek és segítenek most is, a méhek, amelyek a megporzást végzik, hiszen vannak olyan gyümölcsfajok, amelyek idejön megporzók, ha nincs szél, akkor a méhek nagyon sokat segít, és részben mély itató is, azért van benne ez a gaj, hogy szerencsétlen, ha leszáll, akkor ki tudjon mászni. Hát nagyon nagy tömegben nem jönnek, de mindig van olyan bátor, amelyik a barackfáról idejön, és megpróbál vizet szerezni. A szárazságban érdemes barázdába vetni a borsót, krumplit, majd belocsolni a magokat, hogy megindulhassanak. Barázdába akar vetni valamit, esetleg burgonyát ültet, vagy borsót vet, akkor aláöntöz, hiszen az nagyon-nagyon hasznos dolog, mert ugye ahhoz, hogy csírázni induljanak ezek a hüvelyesek, ezek a borsó is, ahhoz is sok vízre van szükség. Egyébként, ha nincs elég víz, akkor megduzzad és esetleg elpusztul a talajban. Úgy is lehet, illetve amit én most ugye várok, a csapadék azért kellene, hogy a koraiak azok kikeljenek, megerősödjenek. A meleg igényesekre még mindig várni kell, hiszen majd mutatom, hogy itt van kint a virág arzenálomnak egy része, amelyiket ezután fogok majd előkészíteni és elültetni, de arra még mindig van idő, hogy legyen csapadék és még melegebb legyen. A virághagymákat még nem mindegyiket lehet elültetni a hideg talajba. Ha nem lesz rövid időn belül eső, a tanár úr arra is felkészült, hiszen van a tartályokban gyűjtött víz, amivel meg tudja öntözni a veteményesét, de várja az áztató esőt, ami aranyat érne.